A Tótfaluban található Nyers István labdarúgó akadémia idén ünnepli ötödik fennállását. Az akkor még edzőpálya nélküli akadémia mára már igen fejlett futballpályákkal rendelkezik, és szinte egész vajdaság területéről érkeznek jelentkezők az akadémiára, mondta Utasi Jenő atya, az akadémia alapítója. Az első elképzelés az volt, hogy gyerekek gimnáziumba iratkoznak, tehát gimnazistaként fociznak, de az első év tapasztalatából már azt szűrtük le, hogy hát szélesebben kell kinyitni a kapot az oktatást illetően, tehát szakmát is választhatnak, sőt, elindítottunk egy olyan programot idővel, ami már az általános iskoláskat is fog Karuta, tehát általános iskolások és középiskolások iratkozhatnak be az Akadémiára. Az Akadémia legfiatalabb tagja 12 éves, és a helyi általános iskolába jár. azok, akik az elemi iskola elvégzését követően jelentkeztek, azok magyar kanizsára, zentára, török kanizsára és a jövőben csókára járnak középiskolába. Az Akadémia rendelkezik saját kollégiummal is. Jelenleg 50-en vannak, a legnagyobb befogadó képessége jelen pillanatban 75. A kollégiumban viszont nem csak focisták vannak, olyan programot is beindítottunk két évvel ezelőtt, ami nem függ össze csak a labdarúgással, olyan helyzetben élő fiatalok, akiknek szociális hátterük olyan, hogy talán nem tudnának tovább tanulni, felakaroltuk őket, de, és vannak itt fiúk is, lányok is, akik nem kimondottan a sportban kötelezettek. Nekik is kell azért sportolni természetesen, de nem esődlegesen azért vannak itt, hanem a tanulmányokat folytassák. Az akadémia számára az egyik legnagyobb gondot a tornaterem hiánya okozza. Igaz, a sportolási aktivitásokat lehetőségeikhez mérten kibővítették. Kiszeresítettük például a tollaslabda, labda, lábtenisz, az egy külön műfaj, ami hát közvetlen is kapcsolatban a focival, viszont a lábizmok, a, a, a reakciók fejlesztése fontos. Utána hát bevezettük a Labdajáték az úgynevezett Kerver program itt Szerbiában, hát nem sok klubnál található ez, az is hát részint a focit érinti, de részben a labdajáték, labdakezelés van kapcsolatban. Az akadémia vezetősége igyekszik a sportpalántáknak mérkőzéseket biztosítani, lehetőségeket arra, hogy megmutassák tudásokat másoknak is, és hogy megismerkedjenek a futballvilág minden mozzanatával. A tanulók edzőikkel nemrég Milánóban jártak, de ez mellett a határmenti településekkel is komoly barátságot ápolnak, amelyek a mérkőzések során alakultak ki. Amire az akadémia legbüszkébb, az a Ferencváros tornaklubbal, vagyis a Fradival létrejött szoros kapcsolat. Ugyanis a magyarországi tornaklub szakmailag és anyagilag is nagy segítséget jelent az akadémia fejlődésében. Öt év, úgymond a munkatapasztalat van a hátuk mögött. Ö, mi az észrevétel, mit kellene változtatni, illetve a diákoknak száma hogyan nő, illetve csökken? Hát növekvő van a diákos száma, amit föl kell erősíteni az általános iskolásokba idehozni gyermekeket. Tudom, ez egy nagyon nehéz terület, mert kivonjuk a közösségből a diákokat. Nem tömegesen jöhetnek ide, mert azért itt a tehetség a mérvadó benne. De hogyha ott hagyjuk abban a környezetben, lehet, hogy nem tudja kibontagoztatni a tehetséget, mert azért drága műfaj az a sport, és hát kis települések, kis klubok nem tudják ezt megengedni, hogy jó szakmai stáb legyen föltételek. Azért hogy itt fejleszteni. A végső sorban ez azért visszatér abba a közösségbe, mert mi a szülőfő szeretetre neveljük őket, és ha elkötelezetten itt maradnak, mint az a két edzőnk is, az az ő tudásállalatban a kis közösségekben is hatványozottan visszaadja azt a, amit kivontunk ideglen, abból a közösségből visszaadjuk a közösségnek. Az akadémia életében nagy előrelépést jelentene a tornaterem elkészülése, hisz még több sporttevékenységgel tudnák kibővíteni az akadémia szolgáltatását. De amint a képek is mutatják, a gyerekek így is élvezik a felkészüléseket, edzéseket, hisz remek edzőkkel és szakemberekkel vannak körbevéve, és a komoly munka remélhetőleg meghozza a sikert is.